Látványos torna bemutatóval fűszerezett ünnepséget tartottak szerdán a Móra Ferenc iskolában. Volt itt néptánc, vers, de a diákkórus is fellépett. Méltó módon ünnepelték tehát a közelmúltban kapott Pro Urbe díjat, mellyel az önkormányzat az intézmény majdnem 45 éve tartó munkáját ismerte el. Mennyire rangos ez a díj, kifejezi azt is, hiszen megnéztem, Győrben olyan tradicionális intézmények, iskolák kapták meg ezt a kitüntetést, a több mint 200 éves Réva iskola, a több mint 100 éves Kazinczy gimnázium, illetve a több mint 100 éves korábbi néven, több néven működő Kálvári úti, most már Nádorvárosi általános iskola kapta meg ezt a kitüntetést. Azt gondolom, hogy a Móra iskola 44 év után letette a névjegyét, és igazán büszkék lehetnek rá, hogy ennyi idő után is Győrben egy ilyen intézmény ilyen rangos kitüntetést tud kapni. Büszkék rá a szülők, a diákok, de az itt dolgozók is, mondta Csengeri Mária intézményvezető, aki hozzátette, nehéz szavakba önteni azt, miért is kaphatták meg ezt az elismerést. Majd 45 éves múltra tekint vissza ez az intézmény. Abban a laudációban, amellyel iskolánkat felterjesztette a polgármester úr erre a kitüntetésre, az áll, hogy a több évtizedes oktató-nevelő munkánkat ismeri el ezzel a város, illetve az értékteremtő és az értékőrző pedagógiai tevékenységünket. Hogyha össze kellene foglalnom röviden azt, hogy mit is jelent ez, mi az, amiért kaptuk ezt a kitüntetést, elég nehéz helyzetben volnék, és így elég nehéz helyzetben is vagyok, hiszen a pedagógiai munka értéke kevéssé mérhető számokban. A rendezvényen részt vett Rózsa Völgyi László is, aki az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság elnöke. Híradónk még a rendezvény előtt kérdezte a díj fontosságáról. Azért fontos, hogy ezt a Pro Urbe díjat megkapta a Móra iskola, mert a Móra iskola díján keresztül az összes győri középiskolának az érdemét elismeri a város, hiszen ezek az iskolák azon kívül, hogy nagyon fontos oktatási nevelési munkát végeznek, találkozási pontok, tehetségpontok, sportolási lehetőséget, közművelődési lehetőséget biztosítanak nem csak a környéken élőknek, hanem azon túlmutató szerepük is van a családok életében, úgyhogy ezzel az elismeréssel az összes győri középiskola munkáját kicsit megdicsértük és elismertük. Együtt ünnepeltek a maiakkal az iskola egykori diákjai és tanárai is. Kocsis Böbe, akit a világ legjobb kézilabdázójának is megválasztottak, a Mórában kezdte a tanulmányait és a sportolói karrierjét, így valahol ő is a magáinak érzi ezt a díjat. Óriási megtiszteltetés egyáltalán, hogy itt lehetek. Egy ilyen díj átadásánál azt gondolom, hogy ilyen ünneplésben nagyon jó részt venni, és egy kicsit persze saját magamnak is érzem, hiszen az első osztályban voltam jelen, tehát a megnyitástál harmadik osztályt kezdtem én itt, és pont azok az emlékek jöttek elő, amikor én is néptáncoltam, énekkarban voltam, torna elemeket mutattunk be, tehát egy óriási érzéssel meséltem Samubának, hogy örökös Mórásnak, hogy milyen jó itt lenni, és milyen jó azt látni, hogy most is ugyanúgy működik a rendszer. Márton Istvánné 25 évig tanított az intézményben. Ő is jól tudja, miért kaphatta meg az elismerést szeretett iskolája. A tantestület nagyon összefogott volt mindig, nagyon tudta a céljait, megvalósításait, és a másik, hogy rettentő sokat köszönhetünk a szülőknek. Ez a tantestület, legalábbis én 17 éve nyugdíjban vagyok, addig még, meg gondolom most is, rettentő jó kapcsolatot tartott a szülőkkel. Mindenbe bevontuk a szülőket, és ők támogattak bennünket, és így volt sikeres a gyerekek nevelése, oktatása. Méltóképpen ünnepelte tehát a Móra ezt a nagy elismerést, mely remélhetőleg még jobban motiválja a jövőben a diákokat és a tanárokat egyaránt.